尊敬的各位领导、各位嘉宾、女士们、先生们、朋友们，大家好。Online térben került sor a testvérvárosi kapcsolat együttműködési megállapodása létrejöttére Paks és Liaocseng városa között. Paks önkormányzata nevében Szabó Péter polgármester és Bana János tanácsnok vettek részt a paksi városházán történt virtuális eseményen. A közel 20 ezer fős Paks és a 6,5 milliós lakosú Liaocseng között 5 évvel ezelőtt kezdődött a kapcsolatfelvétel. 2017-ben járt itt egy küldöttség Liaocsengből, és mi ezt a látogatást viszonoztuk 2018-ban, és akkor már megállapodtunk abban, hogy tovább építjük majd ezt a kapcsolatot, és akár egy testvérvárosi kapcsolatot is ki tudunk majd építeni. Mint azt Szabó Péter elmondta, az eddigi testvérvárosi kapcsolatok főként a kultúrára épültek és a magyarság megőrzésének a céljából jöttek létre. A kínai testvérvárossal viszont a gazdasági kapcsolatok kiépítése a cél, ezen belül is a kereskedelem és a logisztika területén lát lehetőséget Paks polgármestere. Magyarország kormánya meghirdette ezt a keleti nyitás programot, ennek része természetesen Kína is. Kínával is nagyon jó gazdasági kapcsolatokat ápol a két ország is, és most a két település is, én azt gondolom, hogy ezen az úton fog tovább menni. Az online ünnepség végén a testvérvárosi kapcsolat létesítéséről szóló együttműködési megállapodást mindkét fél ellátta az aláírásával.